Van kedve meghallgatni az év legsikerültebb táncdalait? Semmi jó, nem vagyok elrontója. Egy szóval szereti a táncdal. Ha jó, mindig hatással van rám. Térhatással? Mindig figyeltük annak a lehetőségét, hogy valami izgalmasabbat tudjunk csinálni, izgalmasabb legyen a helyszín, a hangszerelés, a színpadra való kiállás, és kaptunk egy felkérést az akkor frissiben felépült Kodály központból, hogy szeretnének egy punáni masszív koncertet. Az volt az első olyan koncert, ahol vagy százal léptünk fel a színpadra, a breaktáncosoktól kezdve kiegészültünk orkesztrává. Nagyon jó volt szerintem az elképzelés, hogy belevittük a roma zenét, a magyar zenét, belevittük a roma táncot, magyar táncot, belevittük a Köles Ferit, aki egy nagyon-nagyon tehetséges és szuper cool pécsi színész. Életemben akkor álltam legelőször úgy színpadon, hogy figyelj, Géri, most hazafutsz, vagy ezt most élem megcsinálni, akkor ott nekem történt valami felnövés azzal kapcsolatban, hogy az izgalmaimat hogyan tudom leküzdeni, és hogyan tudom korhiálni. És... Bárcsak tovább hoztad volna. Az egy olyan hely, ahova az emberek kiöltöznek, és úgy léptünk fel először egy ilyen koncertterembe, hogy lenézel a színpadról, és az egész életednek az addigi szereplői szegről végről néztek téged, hogy na, ezek azok a gyerekek, akikre azt gondoltuk, hogy soha nem lesz belőlük semmi, és mégis le tudtak tenni egy ilyet az asztalra. Emlékszem, hogy a Sunkick lemez az OSG-n jött ki. És az egy kis EP volt, ami azért volt érdekes, mert előtte egy dupla lemezünk volt, és utána meg egy EP-vel reagáltunk a dupla lemezre, de azt gondoltam, hogy mindegyik dal legyen azon a lemezen valamiért karakteres. Egyébként szép, hogy például magad, amit Isztambulban kitanultunk a műezinekből, az például az intróban gyönyörűen átültetted a következőjükön. Nekem az nagyon tetszett. Tetszett, hogy a másfél heti ezt fölcipeltünk a Perce 23-ban egy egész színbalmot, amiből négy hang maradt meg. Egy, két, há, és! Itt kell megmondani! Járunk, amikor azt hiszem a Messi kitalálta nagyon fantáziadúsan, hogy hát ha Sunkick volt az előző lemez, akkor ez meg EP lesz, akkor ez legyen Sunkick. Jött a Roli, hogy hallod, írtam egy számot, Máté, nem kérlek, négyen örökké, mégis hozzád szódalom. Igazából azt gondoltam, hogy én majd a járai énekli el, de betartottam, aztán inkább csináljuk meg mi. Jó, ezzel mi fogtuk a Mátéval, felmentünk a Percelbe, ketten a Mátéval, reggel 6-kor, meg a pékségbe így hallgattuk az egyik fülébe benne volt, mind a kettőnek benne volt a fülébe, ezért a füles, és így hallgattuk, reggel 6-kor mentünk a PK-ruért, és így hallgattuk az élvezet, megcsináltuk reggelig. Bár a Máté akkor már tudta, de mi nem gondoltuk volna, hogy ebből egy akkora hatalmas sláger lesz, amire kvázi rá is lehet építeni egy karriert, és már vagy kijött, vagy 8-9 hónapja az a dal, amikor forgattunk hozzá egy videoklipet, ami tulajdonképpen, ha össze akarnám számolni, szerintem 20 000 forintból, hogyha kijött, és abban benne volt az is, hogy az operatőr felfújta a bicikliének a gumiját valahol. Az, amikor kijött, az így kirobbantotta az internetet. Abban az évben volt olyan koncert, négyszer egymás után az Élvezz című dalt azt elő kellett adni, akkor átjött. Te vagy a testvérem, élvezz, hogyha fáj is, minden egyes frázis, a külvilág csak színpalat, szívedben a bázis! Egy percig lennék, az vagyok.
ugye az első lemezünkön már volt a Pécs című dalunk, de lényeg, hogy készült egy válogatás lemez. Pécs Aktuál volt a címe, ahol több zenekarnak is rajta volt egy-egy dala, és tulajdonképpen Pécs hírnevét hivatott öregbíteni. Az egy ilyen vérbeli lokálpatrióta dalként működik szerintem a mai napig. És ha megnézi bárki a videoklipet, akkor lejön az arcáról mindenkinek, hogy igen, imádunk itt élni. És az a Mediterránia. Az egy jó kis dal volt, meg jó kis forgatás. Szóval több mint egy év kellett ahhoz, hogy le tudjuk forgatni úgy a dalt, ahogy szerettük volna, és csináltunk kvázi egy mashupot a régi Pécsnek, és ebből lett a Pécs Aktuál X című videoklip, ahol látható a Pécs városának nevezetességei, legyen az építészetet vagy személyeket tekintve. És abban a videoklipben ott van az a kis vágásokban az összes kis pici dolog, az uránvárosi, tehát azok a pontok, amik ilyen annyira Pécs, hogy már nagyon. Én azt nagyon szerettem azt a projektet, de így magát a dalt egyébként mindig rüheltem. Én a dalt is szerettem, meg az a tök jobb benne, hogy az akkori jelenünket megörökítettük. Szerintem ez nagyon-nagyon király. Ott nagyon egyben voltunk. Az a boldogság pillanat, hogy meg kell nézni ezeket a régi videoklippeket, így az arcokon minden ott van. Minden. Szopiánne a vízkedig is édes íz, több korok után is az egységben íz. Most a törkel látja mai taposta kecsét, történjen bármi örök hitű a legtét. Fényes napig színes a táj, mediter a hangulatod az egekbe száll. Téli park az ahol nem a pad vagy akár, csak lélegezve ez a szándékot hatás. Kelet-nyugat irányba, egység, parkint, bárjel, nincsen,